Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb felzabáltuk epizóddal, és nem semmilyen helyen vagyunk, mert itt vagyunk Barcelonában. Szóval ne is várakozzunk, induljunk egyből! Mi is lehetne az első dolog, amit kipróbálok itt Barcelonában? Hát a spanyol tapaszok. Nézzük is meg! Ezen találjuk az angol menüt. Nagyon király! Első fogás. Katalán koka kenyér. Egy nagyon vékony, ropogós kenyér, sok-sok olívaolajjal és egy kis paradicsom a tetején. Úristen! Imádom az olívaolaj és a paradicsomnak a vegyítését. Kenyér nagyon ropogos. Halljátok? Nagyon ropog. Második fogás. Spanyol omlett. Miben különbözik a hagyományos omlettől? Hát ebben burgonya és hagyma is található. Wow! Jól meg van pakolva. Amúgy nemzeti kajának is hívják így a Spanyolországban. Úristen, jó nagy falat. Nézzük. Kicsit olyan, mintha egy omlettet ennék édesített hagymával és hasábburgonyával. Igen tömény, szerintem ezzel az egyen jól lehetne lakni, de az íze isten ilyen finom. És jöjjön a harmadik fogás, a bikini. Elég érdekes neve van. Ilyen jó kis lapos szendvics, szarvasgomba, sajt és sonka. Hú. Na, ennek az íze már nagyon-nagyon intenzív. Szarvasgombának a érdekes aromáját lehet érezni. Elég domináns a szarvasgomba, de a sajt is elég erős. Ez egy igazi ízbomba. Négyes, egy pici gombás kroket. Nagyon jó kis puha. Wow! Illata nagyon jó. Szétolvad a szádban a gomba íze. Külseje olyan jó, kis ropogós. Nagyon-nagyon finom. És az ötös, egyben az utolsó, mert amúgy kezdett már jól is lakni, ami nem jó hír. Rántott hintahal karika. Tök vékony a panírja, nem annyira zsíros, és a majonéz a tetején nagyon-nagyon jól áll neki. Egy kis citrus érzés szerintem. Lime héj van még a tetejére szórva. Nagyon-nagyon friss ízt adna az egésznek. Azért jó, hogy tengerparton vagyunk, mert ezek jó friss alapanyagok. Na és mi az a másik étel, ami eszetekbe jut Spanyolországról? A paella. Nem is hiszitek el, de nagyon nehéz találni igazán jó paella helyeket itt Barcelonában. Egy jó paellát minimum 25 percig főzik, szóval hogyha 5 perc alatt hozzák ki, akkor tudhatjátok, hogy biztos, hogy mire itt volt. A jó paella helyek hetente egyszer-kétszer főznek paella ebédidőben, és így, hogyha minden nap 24 órájában paellát tudtok kapni, akkor az sem annyira autentikus. Viszont kivétel ez alól, hogy ha vannak olyan helyek, ahol ki van írva, hogy arroceria, ami azt jelenti igazából, hát hogy fordítsam le, hogy rizsfőzde, rizsspecialista, az azt jelenti, hogy a helynek a kiemelt specialitása a paella és a rizses ételek, és mi pont egy ilyen helyet választottunk ki. Választottam egy tenger és hegy nevű paellát, ami önmagában a vegyes paellát akarja, ebben zöldség, hús és tengergyümölcse is vannak, szóval tele van pakolva minden finomsággal, mindjárt meg is kóstolom. Wow! Iszonyatosan intenzív az íze, a rizs nincsen túlfőve, pont jó al dente állagra van megcsinálva. És mutatom nektek, hogy egyből a serpenyőből eszem ezt, mert hogy az étterem vezető mondta nekem, hogy hagyományosan így is kell enni. Tűzforró amúgy a serpenyő, szóval így külön ilyen bőrfogó is van hozzá. Amúgy az egész vegyes paellának az a lényege, mint egy jó surf and turf, minden tenger gyümölcsei hús van benne, és nagyon jól tükrözi is a katalán gasztronómiának a lényegét, hogy a hegy és a tenger és az Alföld minden egybe látható az egész étkezésükben.
Na meg is lennék a legtipikusabb spanyol ételekkel, de hát még annyi hely van, amit meg szeretnék nektek mutatni. Szóval menjünk tovább. Sagrada Familia. Megérkeztünk a Fontsarré nevű pékséghez. Állítólag Barcelona egyik legnagyobb pékáru választékával rendelkezik. Szóval nézzük meg, hogy mik vannak. Olyan sok minden van itt, hogy azt se tudom, hogy mit választak. Nem volt könnyű választani, de először megmutatom, hogy milyen kis szép csomagolásban is van. Sajnos nem beszéltek bent angolul, szóval próbáltuk kicsit kézzel lábbal mutogatni, hogy mit javasolnak. Csokoládéval bevont croissant féle, nem tudom, hogy van egy töltelék benne. Csokoládé. Nagyon finom. Étcsoki van benne szerintem. Nagyon jól esik egy kis édességnek is szerintem, de reggelinek is kiváló egy kávé mellett. Másodiknak pedig választottam egy ilyen hosszú ropogós, ami mandulával van megszórva, sok cukor van rajta, azt látom. És nagyon-nagyon jó illata van. Tényleg ropog nagyon. Pont megfelelő mennyiségű cukor van rajta, nem túlzottan édes. Isten, ilyen finom rajta a mandula is. Alapvetően amúgy Barcelonában eléggé ipari a tengerpart, mert van egy nagy logisztikai kikötője, de mindenképp szerettünk volna látni a homokos partot is, de nézzétek milyen gyönyörű! Este 9 óra van, akkor, amikor kezdődik az élet itt Spanyolországban, mert itt Barcelonában is az emberek este 8-9 előtt nem kezdik meg a vacsorájukat. Eljöttünk egy helyi pizzázóba, mert több független forrásból is hallottuk, hogy nagyon jó ez a hely. Szóval kirendeltem 2 pizzát, egy szarvasgombásat és egy sonkásat nektek, szóval teszteljük le őket. A sonkás pizzával kezdem, pakolok rá egy kis rukkolát. Nagyon-nagyon vékony a tésztája, nem spóroltak a sajttal sem, meg láttuk, hogy itt teljesen frissen gyúrják a tésztát, a feltétet rakják és megy a kemencébe, hip-hop megvan. Na, lássuk, milyen íze van. Nagyon-nagyon finom a sonka, saj, elég sós, de pont jó. A rukkola is nagyon finom, friss rajta. Jöhet a szarvasgombás. Wow! Annyira szétrobban a szarvasgombának az intenzív, érdekes íze. Van rajta még sajt. És ami nagyon érdekes, hogy látjátok ezt a sárgás színű szószt, ez nem egy szósz, hanem egy tojás sárgája van rajta, ami nagyon összedobja, összehúzza az ízeket. Ilyen pizzát még soha nem is ettem. Persze kérdezhetnétek, hogy első nap mit keresek egy olasz étteremben, de tényleg helyismerősök is annyira ajánlották ezt a helyet, hogy nem tudtam kihagyni. Hú, minden annyira finom volt, én ezek után biztos, hogy kajákkal fogok álmodni. Na de nincs időnk álmodozni, menjünk is reggelizni. Egy Spanyolországban élő ismerősöm javasolt ezt a helyet, állítólag a helyiek által nagyon közkedvelt, és van valami magyar vonatkozása is ennek a helynek. Szóval derítsük ki együtt. Hát
egy picit éhes voltam, szóval berendeltem egy kis reggelit magunknak. Egy nagyon pici mellékutcában van a hely, viszont annál több ember van itt, és a helyi specialitás egy kakaolat nevű ital, amit állítólag a tulajdonosok úgy találták fel, hogy az 1870-es években Magyarországon jártak, és ittak valami hasonlót, és úgy találták fel ezt az italt. Először ezt fogom megkóstolni, hideg amúgy. Nagyon érdekes, mert hogy a tejszínhabot nem ám csak úgy üvegből kinyomják, hanem látom egy nagy kanállal, ilyen jó, kemény, sűrű ez a tejszínhab. Hát, őszintén szóval nagyon hasonlít a magyar kakaóra, sőt, egy kicsit olyan emlékeztet a menzás kakaóra, jó, édes, de nagyon nosztalgikus nekem most ez. A pincér ajánlotta ezt a ham and cheese bagettet. Új, még jó meleg. De friss. Nézzétek, nem? Nagyon-nagyon szép a sonka benne. Amúgy folyamatosan még eszünk látni, hogy jönnek az emberek, a pultban van itt egy ilyen kis előtér, tele van a pult különböző sonkával, sajttal, ott látni, hogy amit itt eszünk, itt tök frissen vágják fel. Hogyha szeretitek a sósabb reggeliket, akkor ezt mindenképpen ajánlom. Most pedig jöhet a második fogás, a crema catalán, ami egy nagyon helyi specialitás. Jellegében ugye nagyon-nagyon hasonlít a crème brûléhez. A crème brûlével ellentétben viszont ezt a desszertet inkább tejjel szokták, és keményítővel sűrítik, és nem pedig tejszínnel szokták ezt készíteni. Jól, szépen karamellizálódtak a cukrok. Jó kis pudingos állaga van. Nagyon jó. Érezni, hogy egy kicsit fahéjjal van meghintve. Ugye a crème brûlée-t nagyon sokszor inkább vaníliával szokták, ez meg utóízében nagyon érezni a fahéjat. Isten, ilyen finom. És ezen a helyen, hogy turbozzák ezt az egészet, még tejszínhabosan is lehet kérni ezt a desszertet. Ezen a reggelin egyáltalán nem fogom most számolni a kalóriákat, szóval nézzétek el ezt nekem most. Húha! Hát ezzel a reggelivel óriási boldogság hormonokat fogok felszabadítani, de egy forró csokit is rendeltem, amire nem gondoltam volna, hogy igazából a hagyományos forró csoki helyett inkább egy ilyen csoki pudingot kaptam. Nézzétek meg, hogy milyen pudingos állagú. Olyan kis sejmesen elolvad a számban. Étcsokoládé, szóval nem túlzottan édes. Isten, ilyen finom. Na, jöhet a finálé, ha Spanyolország, akkor churros. Szóval most megkóstolom, milyen az igazi helyi churros. Nagyon jó az égetett tésza, nincsen tele olajjal, és a kis cukor a tetején nagyon-nagyon jó. És a reggeli narancslevem helyett a pincér igazából egy citromlevet ajánlott, és milyen szerencse, hogy előzetesen azért belekóstoltam, mert szó szerint tömény citromlé. Csak pár lépést kellett megtennünk, és megérkeztünk a Mercado de la Boqueria nevű piachoz, Barcelona legismertebb piaca, több mint 2500 négyzetméter, és majdnem 300 standal rendelkezik. Nagyon friss zöldség, gyümölcs, tengergyümölcsei, sonkák, minden, ami szemszájnak ingerez, szóval vágjunk így bele, és nézzük meg, mik vannak. Nézzétek, mekkora ez az osztriga az arcomhoz képest. Jó húsos,
frissen, egy kicsit citromot facsartunk rá, nézzük meg. Ritkán mondom ezt, de egy ivásra nem is tudtam lenyelni, akkora húsa volt az osztrigának, és annyira jó, hogy itt a piacon egyből tudsz kóstolni egy darabot is akár. Szóval, ha szeretitek ezt, amúgy mindenképp gyertek el a piacra, mert érdemes ezt megkóstolni. Óriási. Találtunk egy érdekességet is közben, soha nem láttam. Karmokra hasonlít, de igazából utána néztem egy kicsit, és az a neve, hogy kacsakagyló vagy lútkagyló. Az egyik legdrágább előételnek is számíthat spanyol és portugál éttermekben. Azért is annyira drágák, mert a kihalászásuk nagyon-nagyon bonyolult, és az egyik legveszélyesebb munka is, engedélyhez kötött, és igazából ilyen nagyon éles szikláknál vágják le ezeket. 3 percig vízben kell főzni, és úgy jön ki egy kicsit a szaftos húsa. This is serrano ham, is the normal pig, white pig. Okay. This is Iberico cebo de campo. Cebo de campo is black pig. The pig eat cereals and acorns. Okay. Yes. And the best quality is all this is a black pig, but this the pig eat only acorns. Okay. Okay. Can we probably taste this the middle one, the cebo campo, please? Úristen, milyen finom illata van. Isten, ilyen finom a sonka. Nagyon-nagyon-nagyon szaftos. Nagyon nehéz egy szóval leírni, hogy milyen íze is van ennek az isteni sonkának, szóval el kell jönnötök, hogy megkóstoljátok, és gyertek el, mert nem fogjátok megbánni. Nagyon jó amúgy, hogy a piacon nagyon sok ilyen körbeülős stand van, és azt látom, hogy a helyiek igazából így ebédelnek. Nézem, hogy is tapaszokat, hamburgereket és borocska kíséretében nagyon-nagyon hangulatos. Találtunk egy nagyon jó kis pultot, a tipikus spanyol empanádákkal, ami egy töltött, én úgy mondanám, mint egy töltött húsos táska. Viszont ami a twist ebben a pultban, hogy gracias, hogy ezen a helyen amúgy vegetáriánus empanádák vannak, szóval nagyon kíváncsi vagyok. Van benne póréhagyma, hagyma, mindjárt még beleharapok. Cukkini, paprika, nem annyira erős a fűszerezése, úgy nagyon kellemes, nagyon-nagyon finom. Itt vagyunk egy pultnál, kóstoljuk a helyi specialitás a fuetet, és itt a tulajjal beszélgetünk, és kiderült, hogy már szerepelt korábban a street kitchenbe. Well, I think it was in 2018, two guys came here, they went with a camera, and I just asked him, where are you from? I'm Hungary. And what is this TV show for? No, we are a street kitchen, we are really famous in Hungary. I said, maybe not too much. And weeks later, that from that show, a lot of people from Hungary came here. I saw you on street kitchen from Hungary too. That was really funny. Thank you so much. Hát itt a piacon akár egy egész napot is el lehetne tölteni, lehet inni, enni, kóstolgatni, kávézgatni, mindent lehet itt csinálni, de muszáj tovább mennünk, szóval mindenképp tartsatok velem, és nem menjetek sehova. Amint kiléptünk, egyből a La Rambla-n találtunk magunkat, ami Barcelona leghíresebb sétáló utcája. Elég hosszú, tele van boltokkal, és jó is, hogy egy kicsit tudok sétálni, közel van a következő helyszín, de addig is egy kis helyet csinálok a gyomrommal. Itt állok egy churroshozó előtt, azt hiszem, hogy úgy kell kiejteni, hogy churreria. Beugrom egy kis churroszért, és megyünk is tovább.
Mivel korábban már kóstoltam sima churros, ezért most kettő másik fajtát választottam. Egy mogyorókrémmel töltöttet. No, tele van töltve. Egy másik édességbomba csokoládéban mártott churros. Ebből a monstrumból harapok először. Imádom a mogyorókrémet, ezért nem lehetett ebben csalódni, mert telepakolták. Nagyon-nagyon finom. Na, nézzük a másikat. Azt hittem édesebb lesz, de étcsokoládéval van bevonva, és belül a sima churros. Nagyon érdekes, mert kívül keményebb állaga van, belül pedig nagyon-nagyon puha. Nem tudom eldönteni, hogy melyik a finomabb. Mindegyik nagyon jó. Ennyi fért bele a rövid barcelonai útunkba. Remélem sikerült néhány jó helyet mutatnom nektek. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok! Na jó, nem hagytalak meg itt titeket, ugyanis utazás előtt mindenképp meg akartam nektek mutatni ezt a helyet. Ha olyanok vagytok, mint én, hogy néhány nap spanyol kosz után hiányozna egy kis hazai, akkor Barcelonában el tudtok jönni, és eredeti magyar ételeket tudtok kóstolni. Zsolt, honnan jött ez az egész ötlet, hogy Barcelonában egy magyar éttermet csinálj? Az az igazság, hogy Spanyolország területén és úgy magában Barcelonában, vagy Katalónián már volt magyar étterem, de nem bírta sokáig, tehát egy-két éven belül sajnos ezek a helyek felszokták adni. Aha. És én mikor már kinnéltem egy pár éve Spanyolországban, nekem nagyon hiányzott a magyar étel, és milyen szakács is vagyok, ugye? Nekem hát, pár nap után hiányzott, igen. Jó, én ezért pár évig bírtam a dolgot, tehát így pár év után úgy döntöttem, hogy na, valaminek lennie kellene. Mióta megnyitottuk 2010-ben ezt az éttermet, ezt megtudtuk, hogy ez az egyetlen tradicionális és jelen pillanatban a legrégebb óta nyitva tartó magyar étterem. Egész Spanyolország területén. Igyekeztem összeszedni nektek néhány apróságot az elmúlt 11 év legpopulárisabb tányérjai közül, amelyben találsz egy füstölt krémes padlizsánt, tosztott, pirított zöldségropogóssal és tökmagolajjal, három gulyást szedtem jelen pillanatban össze, a tradicionális boglács gulyásot, van egy babgulyásunk, és van egy három húsos betyárgulyásunk. A hortobágyi palacsinta, és egy kis desszertet raktam ki nektek, egy ilyen kis gyümölcskrémes tortát, egy fantaszeret átdolgozását, vagy egy fehér csokis fahéjhabos csokoládétortát. Jöhet a kóstolás! Minden nagyon-nagyon finom volt, teljesen ráhangolottam már a hazai útra, de most már muszáj mennünk sajnos, mert indul a repülő. A pogácsákat hagytam utoljára, mert őket elviszem magammal az útra. Köszönöm még egyszer, hogy velem tartottatok, ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok! A videót a Seat Arona támogatta.